Ki gondolná, hogy a kukorica is tud veszélyes lenni? Dohánygyár, konzervgyár, bőripar, papíripar, vágóhidak. Újra felhasznod, ha újra hasznosíthatóság, sok bombasztikus jelző hangzik el. Tehát, hogyha valami recycling iparág, akkor a raksi gyártás biztosan igaz. Rettentő, veszélyes, sör, konzervipar, papíripar, műtrágyagyártás, ezek mind halálosak. Samsung meg az gödön van. Bombasztikus. Patintott kőkorszak, mindenkit meg tudom megjutni. Oké. Autó, vagy nem szántó volt, hanem legelő. A konzervgyártó gyártás nem itt van, hanem máshol. Csapadékvíz, felszíni víz, talajvíz, rétegvíz, termálvíz. Most figyeljenek, a türingiai esőzésekből csak halkan jegyzem meg, város alatt egy valóságos kis folyó folyik. Na most, kínai nem jöhet ekkora méretben, úgysem módon papíripar, vagy műtrágyagyártás, ördögi módon már mi tudtuk a víz, a CETL, pattog a szilánk, és belemegy a szemünkbe, most megvakulunk. Egymás után kell a tévébe az alkatrészeket tenni, hogyha beönti, akkor nem lesz megjavítva. Az elefántnak viszont nem azért van hosszú ormánya, hogy le tudjon nyúlni a rétegvízbe, kiszárad az alföld, meg nem tudom micsoda. Hát így tudjuk pótolni az után a víz. Kukorica feldolgozás is halálos csapást tud jelenteni. Zöldnek kell lenni.